Itt vagyok a Noé állatotthonban, és ezt a kis cica kaland játszóteret fogjuk megszépíteni a Previtál támogatásával. Segítségemre lesz Csilla, MC és Réka is, sőt még azt is megmutatjuk, hogyan készíthettek otthon a saját macskátoknak egy igazán izgalmas játszóteret. Mindenféle alapanyagot, és ebből fogunk még extra játékokat készíteni a cicáknak, pompomot, meg ezt a nagyot is ilyen kaparófának készítjük el, ez egy sima bója, és ehhez hoztam ilyen kötelet, ezt fogjuk ráaplikálni. Ezt úgy gondoltuk ki, egyébként oda lehetne alul ragasztani ragasztópisztolyt, hogyha egy sort oda ragasztunk, az elég tartós, viszont most úgy képzeltük el, mivel nincsen itt most áram, és akkor is meg lehet oldani, hogy ezt bedugjuk, leeresztem, és majd eddig fogjuk letekerni, ott kidugjuk és összekötjük a kettő végét. De jó, hogy a pompot választottam. Letekerni. Hát sokkal könnyebb neki. Nem, kérdezni. Mert ez csak tekerni kell. Ja? Így. Ja. Azt nézzük meg, hogy ja, elég hosszú. Akkor most mindjárt kiderül, hogy ez 3 óra lesz. És jó, szorosabbra, úgyhogy nagyon szorosra, és nagyon, hogy tényleg jól meg tudják kaparni, majd élesíteni a körmüket. Látod, mégiscsak jó, hogy mi pompomozunk. Ne fogozzatok mi meg. Szóval, föltekered a legszélesebb pontján a tenyerednek, és lazán tekered, mert hogyha szorosan kezded el tekerni, akkor könnyen vérszegény lesz az ujjad hamar, úgyhogy szépen lazán tekert föl jó sokszor. Így tök jó lesz. Jaj, csinál. Nem, már még nincs kész. Ja? Szerinted ez pompom kinézetű? Ahány pompom, hogy már életemben elkészítem. Most akkor, viszont akkor te csinálod, így szét kéne vágni két oldalt, jó? Azokat a, hogy egy ilyen borzocskát kapjál. Rákötem ezt. Már. Hát jó. Megnehezítsem a dolgotokat. Volnál szíves felvenni, milyen szép pompot csináltok? Hogy legyenek. Még eredmény. Még pompont is tudok csinálni. De már mit így titokban marad. Várjál, ezt le kell fotózni első pompomot. Az a vizem volt. Akkor ugyanúgy. Egészségedre. Szóval egyébként még van egy pár lépés ahhoz, hogy szép legyen a pompomod. Mert ez így is szép, de... Most mit csináljunk volna, még hogy szép legyen? Úgy tud szép lenni igazán, hogy megmutatom, hogy nem, szerintem egy jó lesz rá, csak egész szorosra csináljátok. Ezt mivel ragasztottátok? Oda kötöttem. Ja. Nézd csak, hogy egy ilyen rövidebbre kell vágni. Egyformára körülbelül minden szállat. Ezt tud tudod elérni, hogy így nézed, és mindig a kiállókat fölülről levágod. De jó. Várjál azt, ami a csomózáshoz kell, azt nem. Hol a párja? Ezt már levágtuk? Nem itt van. Jó, ezt megtartjuk. És szépen egyformára kell vágni. Mindegyik oldalról nézd be, hogy hogyan lesz egyforma. És akkor egy szép, szabályos pompomod lesz majd. A sablonfestéshez érdemes szivacsecsetet használni, merőlegesen kell majd megfestened a felületet ilyen tunkoló mozdulatokkal. Ide nyomják ki egy valamennyi gyatag festéket, és ezt szépen majd rávisszük a felületre. Nehéz. Lehet, hogy beszárad? Lehet. Még ez a kontúr, ez lehet, hogy a haj másikat. Ez jó? Ennyit? Vagy még? Még lehet nyugodtan.
És összekeverjem, vagy ne keverjem, vagy te hogy szoktad? Nem, szerintem ez egyszínű lehet, egy tappancs, és akkor majd variáltunk a színén. Nem szabad túl sok festéket a felületre felvinni, úgyhogy így érdemes egy kicsit a felesleget leszedni. Így, és akkor ha már jó, akkor szépen az a lényeg, hogy nem mozduljon el a sablonot, szépen így merőleges mozdulattal úgy fest ki. De jó. Merjem még ide egy kicsit. Így, tökéletes. Úgy, aha, úgy, még jobban el tudod ezzel, amit most csináltál. Úgy. Szuper. De jó illetve van a festéknek. Úgy, és akkor most óvatosan fölfelé emeld el ez a sablont. De szép lett. És akkor... Nagyon jó. És akkor csináljunk mellé még egyet. Ugyanezt a sablont tudod használni. És lehet más szint, akkor lehet más szint. Igen, még arra vigyázz, hogy amíg nem szárad meg, ne kendel. Addig ne kenjem el. Ezt a kéket, vagy nem ezt, ebből még nem nyomtam. Ezt a kéket szeretem. Első stencilezésed, Csilla? Hogy mondod? Első stencilezésed? Minden bizonyára, ezzel a szóval is életemben először találkozom. Ez a sablonnak a neve. Igen, én egyszerűen csak az első festésed kérdést használtam. Igen, ez az első, de nézd, hogy milyen szép. Nagyon jól néz ki. Ez egy kicsit olyan csámpás lett, de az összes többi az tök kis pofás. Cicaház készítés után már cica játékot is tudsz készíteni. Már csináltam, vagy minden? Igen, ugye a pompommal azt csináltad. Ugye ez a pompom önmagában is egy cica játék, de azt még ugye rátettük a bójára. És igen, ez volt életem első pomponja. Nagyon sok mindent életedben először akkor most velem csináltál. Hát figyelj, Anita, az az igazság, hogy én nem vagyok egy ilyen kézműves fajta. Szóval, még? Hogy még, igen. Megtéríthelek. Amúgy, amikor a gyerekkel mondjuk festegetek, vagy gyurmázok, azt a részt nagyon szeretem, csak ott is ilyen előre meghatározott tematika mentén megyünk, mert ugye mondtam, van egy ilyen kifestőkönyv, és akkor azt festjük ki. Tehát amikor így szabadon kell alkotni, az a része nekem még hiányzik. De majd el kell gyere, lesz egy élménystúdiónk, el kell gyere, mert ott ilyen alkotóműhelyek lesznek. Azért, de lehet, hogy ez ilyen gyerekkori berögződés, hogy annyira béna voltam mindig technikórán rajz. Nincs ilyen. Figyeljetek, nincs ilyen, hogy béna valaki, mindenkiben ott a művész, csak ötödik ki kell hozni. Ötödik koromban megbuktam rajzból. Nekem, nem hazudok tényleg. Nekem akkor ez most egy új kihívás lesz, hogy Csillából kihozom a művészt, figyeljetek meg, sikerülni fog. A rajzpapírom. Egyéb művészetre fogékeny vagyok, de amikor így papírra kell valamit vetni, akkor ott... Nincs ilyen. Kevés bátorítást kaptál az a igen, az a fél évi bukta, az nem esett jól. Tényleg. Egyszer én is kaptam egy hármast egy citromrajzra. Hármast, tehát így örültem volna neki. Én egy Almár Nikolás miatt buktam meg, és utána a szüleim annyira megsértettek. Egyébként ma már tudom, hogy nem is lehetne készségtárgyból megbuktatni, de engem persze megbuktattak rajzból ötödikes koromban, és akkor iskolát váltottunk. Úgyhogy ez volt a megoldás. De egyébként nem. Igen, ez nem rossz. Szóval mindenkiben ott a művész. Csilla most már pompomat is tud készíteni, egy cicajátékot, és sőt, még stencilezni is tud. Szerintem ez mára pont elég volt, de legközel folytatjuk. Köszönöm, hogy itt lehettem. Mi stenci? Stencil. Stencil. Ti már festettetek sablonnal, lányok? Én még soha. Nagyon profin csinálod, nem is gondoltam volna, hogy nem még. Én még ilyen szivacsot sem használtam sose. És emcite? Én szerintem a suriba már igen, bár konkrét emlékem nincsen róla, de emlékszem ilyen kis ecsetkékre vagy kamacsokra, és sokat festettünk, szóval szerintem már igen. És hogy van a cicusod? Nagyon jól, állandóan eszik, alszik, nagyon jól érzi magát a bőrében. A szőrében? Nagyon jól van. Kevezi az életet mindig. Szerintem egy pompomot neki is csináljál, vigyél haza. Amúgy tudja, hogy szeretné, csinálok majd neki ennyit. Mert jól szét fogja kapani, így kihúzom, hogy veled a kis szállt.
hogy élveztétek itt a játékkészítést? Nagyon, én nagyon szeretek kreatívkodni alapvetően, szóval tök jó volt most újra. Na, én is nagyon-nagyon élveztem, rég csináltam már ilyet, úgyhogy jó volt egy kis kikapcsolódásnak. Szerintem is nagyon jó volt, meg nagyon jó volt egy kicsit segíteni itt az állatoknak, úgyhogy köszönjük a Previtálnak a lehetőséget. És hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, hogy legközelebb is találkozhassunk. Csillával egyébként korábban készítettünk egy cicaházat, azt a videót is megnézhetitek, hogyha aktuális egy cicaház építés nálatok. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Sziasztok, szép kreatív napot! Sziasztok!